Azt gondolom, hogy egészen elképesztő, hogy a Jobbik miskolci képviselői tulajdonképpen a Lyukóvölgy felzárkóztatására elköltenének 200 millió forintot. Emlékszem még arra az időre, amikor Jakab Péter, a Jobbik elnöke, a Világsátor ellen kampányolt, ez ugye az Európai Kulturális Roma Központ építése lett volna Miskolcra. Azt gondolom, hogy az jól látszik, hogy a Jobbik nem csak az elveit adta fel az elmúlt időszakban, hanem tulajdonképpen a programját is akkor, amikor beállt a balliberális oldalra. Szakmailag pedig azt látjuk, hogy ezeknek a programoknak tulajdonképpen nincsen komoly eredménye. Azt mondhatjuk el, hogy az elmúlt 30 évben a helyzet nem javult, hanem folyamatosan romlott, annak ellenére, hogy rengeteg ilyen felzárkóztató program volt, és több 100 millió forintot költött már el ilyen és ehhez hasonló programokra az ország. Személy szerint azt gondolom, hogy ahhoz nem kell pénz, hogy valaki a szemetét a saját portárája öntse, ahhoz nem kell pénz, hogyha szeretné, akkor elkezdje a kertjét művelni, mint hogy arra sem kell pénz, hogy a közösségi együttélés szabályait betartsa, illetve hogyha a gyermeke iskolába jár, aki az iskolában adott esetben a ebédet kedvezményesen vagy teljesen ingyen kapja, miként a tankönyvet is, illetve kedvezményes a bejárás, akkor bizony ez a gyermek nem orzsolódjon le, hanem végén bizonyítványt szerezzen. Azt gondolom, hogy azokat az embereket kell támogatni, akik önhibáján kívül kerülnek nehéz helyzetbe. Nem mindegy, hogy valaki miért szegény. Azért szegény, mert a Tisza járvíz elviszi a házát, vagy pedig azért, mert a szocpolos ingatlanjából eladta az ajtót vagy az ablakot. A Mi Hazánk mozgalom ezeket az integrációs pénzeket leállítaná. Mi azt gondoljuk, hogy sokkal keményebb hatósági munkára, a gyermekvédelem fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy ezek az állapotok megszűnjenek. Adott esetben azt gondolom, hogy sokkal jobb lenne, hogyha ezt a 200 millió forintot a gyermekvédelemben dolgozók béremelésére, vagy a gyermekeket befogadó intézményhálózat fejlesztésére fordítanák.